Na halló! Halló, van is van. Vége, vége ennek a moslékző Valentin napnak, már ki vagyok. Olyan beteg vagyok, én életemben nem voltam ilyen beteg. Nektek jó volt? A hála Istennek, hát itt nem volt semmi. Megcsináltatta magam a linkre, nem baj, jobban leszek, megyek megint, összerakatom magam, mert nem érzem jól magam, igen. Tudod, az ember készül, tudod, de hát mondtam neki, hogy figyelj, apukám, több okból nem lehet semmi, mert a betegség miatt, tudod, nekem most előrébb csúszott, aztán nem lehet úgy semmi. Igen, periódusos dolog, igen. És utána meg ő nyomult erőszakosan, úgy felidegesített, de ki is osztottam. Elkezdődött, hogy bevett ilyen gyógyszereket, hogy a jobban teljesítsen. Hát, mondom neked, apukám, a vérdoppink se segítene meg, ha újjászületné. És akkor ezért, hogyha úgy nem lehet semmi, akkor én csináljak valamit, azt majd ő viszonozza. Hát mondom, mi van veled, hülye gyerek? Hát meg vagyok fázva, nem kapok levegőt. Te meg még izé engem spanglisztattál, egy viszonzás. Hát nem lesz semmi viszonozva, mert nem lesz semmi szépet sem. Szóval kicsit összevesztünk, igen. Hát persze, mondtam, üljél be a WC-be, azt intézd el magad. Beült, de azért elgondolkoztam, hogy izé. Bekopogtam hozzá, aztán mondtam neki, hogy figyelj, apája, úgy merjétek más nőre gondolni, vagy filmeket nézni, kijössz, és itt akasztalak fel. Úgyhogy elvettem a telefonját, azt akkor ott tűz, hogy másfél órát csóró. Igen. Befeküdt mellém, azt a elaludt. Tehát tényleg elgondolkoztam amúgy, hogy na most ő mit tehet arról, érted? Én beteg vagyok, meg is van a kis bajom. Úgyhogy elaludt, felkeltettem, és megmondtam neki, hogy figyelj ide, apa, nagyon beteg vagyok, ha ne adj Isten, én meghalok. És megtudom, hogy te más nővel voltál, vagy más nőre gondoltál, visszajövök, és kísérteni foglak, ami fel nem akasztod magad, te bánat. Ja, hát persze, hát hogy ne, és én nem élem túl, ide fog járni kísérteni, csak tudja meg, hogy ő volt mással. Úgyhogy ennyi. Ja, hát mindegy, így sikerült ez a Valentin nap. Hát majd jövőre, igen. Na menjek anyába, be kell vennem a gyógyszereket, mert rosszul vagyok. Meg azért ellenőrizem ezt a moslékembert, hogy valamit csináljon. Na, van? Na, jó legyél ma is. Szia! Szia, szia, szia! Na, csaóztok, sziasztok! Hogyha tetszett a videó, akkor nyomj egy like jelet. Ha van véleményed, akkor írd meg nyugodtan kommentbe, és válaszolok rá. Ha szeretnél ilyen bátya cuccos termékeket, akkor látogass el a www.bátyashop.hu-ra, illetve iratkozz fel a csatornára. Csókollak!